Üdvözlök minden érdeklődőt, és persze az előadótársakat is, az elnök urat is köszönöm a felkérést az előadásra. Kalmar Éva vagyok, molekuláris biológus, és a Delfti Egyetemen végeztem el a tudománykommunikációs szakképzést, és azóta itt a a tudomány, oktatás és tudomány kommunikációs osztályon dolgozom. Fő érdeklődési területünk a tudományos együttműködések kutatása, és ezen belül azzal foglalkozunk, hogy milyen társadalomtudományi, szociológiai és mindenféle egyéb például kognitív elméletek segíthetnek minket megérteni azt, hogy hogyan is működnek együtt az emberek. És e, igazából az oltás elleneség úgy jött e, a, a területemre, hogy e, tudományos blogot írunk régi évfolyamtársaimmal, és ez egy felfelbukkanó téma, és ennek a témakörnek a társadalom tudományos részét próbálom én kitárgyalni. A mostani előadásom is ehhez kapcsolódik. Szeretnék pár olyan elméletet felhozni és megismertetni a közönséggel, amik segítenek megértetni ennek az oltás elleneségnek pár aspektusát. Ahogy Toldi Gergely is említette az előadásában, az oltás egylenesség problémája több rétegű, tehát nem lehet azt mondani, hogy vannak az oltás ellenesek. Ide tartoznak azok az emberek is, akik oltás szkeptikusak, akik mindenféle félinformációra vagy téfitekre alapulva döntenek úgy, hogy nem oltatnak. Vagy azok is, akik egyébként oltás pártiak, de úgy döntöttek, vagy úgy gondolják, hogy kevés az információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy ők racionális döntést hozzanak. Természetesen vannak tagadók is, és vannak olyanok is, mint ahogy ez a szábra is mutatja, akik egyáltalán mondjuk a vírus fertőzés komolyságában sem hisznek, vagy akár a maszkordás, illetve a tesztelés jogosultságában. Tehát az tagadók illetve az oltás ellenesek tábora egyrészt sokrétű. Um, nagyon sok tanulmány látott napvilágot a közelmúltban arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy az emberek nem akarnak beoltatni, nem akarják magukat beoltatni a koronaoltással, illetve hát a többféle koronaoltással. A probléma igencsak sokrétű. Egyrészt gondolom mindenki tudatában van annak, hogy Magyarországon is nagyon-nagyon alacsony azoknak a száma, akik mindenképpen beadatnák a koronaoltást a különböző statisztikák alapján. És vannak olyan számítások, hogy a a, a szociális médián, például a Facebookon 31 millió ember tagja olyan csoportoknak, amik alapvetően oltás ellenesen. Nem szeretném én is felsorolni azokat az okokat, hogy miért döntenek az emberek amellett, vagy miért döntenének, hogy nem adatják be az oltást, hanem, mint említettem, ezeket a különböző társadalomtudományi, illetve pszichológiai elméleteket szeretném bemutatni, és a különböző cikkeket, különböző média termékeket szeretném felhozni példaként ezekre az elméletekre, hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni az oltás ellenességre. Müller Viktor is említette az előadásában, hogy az oltás nem egy mai találmány. Hiába győztünk le számos komoly halálozási rátával rendelkező súlyos szövődményeket okozó vírusos fertőzést az oltások segítségével, az elmúlt pár évtizedben az oltási protokoll lazítása miatt, amit mint Viktor is említett, pont az oltás ellenesekre való reakcióként jött ez létre, Visszajött jó pár fertőző megbetegedés. Viktor említette a 70-es, 80-as évek Angliáját, ahol a szamárköhögés jött vissza, százezer ember fertőződött meg újra vele, a 90-es években a Szovjetunióba jött vissza a diftéria vagy toroggyík, ott ö, több ö, 50 ezer ember betegedett meg, és körülbelül 1700 halott talját a fertőzés. illetve mindenki ismeri a, a kanyaró esetét, ami az elmúlt év, évek ö, legmeglepőbb jelensége. Itt ezen a képen ö, a gyermekbédulás, a pólió elleni oltás reklámozó poszter található. Ez azért érdekes, mert felhívja a figyelmet arra, tehát... Ö, ismeretterjesztő poszter is, hogy az oltásra megelőzhető lenne maga a fertőzés, és jelenleg, illetve hát azóta is a, a kezelés az maximum tüneti kezelés, tehát a vírus fertőzés által okozott tüneteket, bénulást ö, lehet valamilyen módon enyhíteni, mankóval, mindenféle segéleszközzel, illetve vastüdővel. Ugyanez a cég, amelyik ö, ezt a reklámot 1950-es években hozta létre, 2020-ban maszkoldásra ösztönző reklámokat kezdett el gyártani, illetve idén egy hatalmas kampányt indít több ö, millió dolláros kerettel a koronaoltás mellett kampányol. De hogyan végül is egy reklámkampány a koronaoltás népszerűsítéséhez kell ez egyáltalán? Működik ez? Úgy tűnik, hogy ezek a kampányok, poszterkampányok, kommunikációs kampányok működnek. Ugyanúgy, mint például a gyermekszegénységhez, az ittas vezetéshez, vagy a családon belül, belüli erőszakhoz kapcsoló, kapcsolhatók ezek a poszterek, ezek a kampányok. Felhívják rá az emberek figyelmét, rövid, velős üzenetet, konzisztens üzenetet sugároznak. És ezek jó minőségű, tehát hat, hatásos és tényleg jó kampányok esetén ezek tudományos tényekre alapozottak. Ezek a tudományos tények lehetnek természettudományosak, és ö, természettudományok mellett pedig ö, ö, szociológiai adatok is ö, segíthetnek, ezeket felépíteni. <kül> Ami érdekessége ezeknek a posztereknek, hogy sokszor <kül> azért hatásosak, mert érzelmekre vagy együttérzésre alapoznak. Hogyha bárkit megkérdeznék a tudományos társaságból, hogy ezt érdemes lenne alkalmazni érzésekre, vagy együttérzésre alapuló kampányt, például az oltás melletti kampányban, van egy olyan gyanom, hogy a válaszok nagy része nem lenne. Ennek ellenére ez is az 50-es években egy a gyermekbénulás melletti kampány része. Elvis presley beoltották látványosan a sajtó részvételével a gyermekbénulás elleni oltással. A influenza elleni oltás melletti kampány egyik része az, hogy a szociális felelősségre hívja fel a figyelmet, tehát hogy mindenki felelős a másikért, tehát oltsuk be magunkat. Ugyanilyen nagy kampány volt a HPV elleni oltás, illetve a HPV melletti információs kampány. Ez is például Trendinek cool-nak állította be azt, hogy a diákok, fiatalok beszélnek arról, hogy hogyan is, ha működik a HPV, mik a következményei ennek. De hogyan is működnek ezek a reklámok? Miért működik egy olyan dolog, ami, ami egy egyszerű üzenet, alig ad meg tudományos tényeket? Talán sokan ismerik Daniel Kanemant, ő egy Nobel-díjas közgazdasági Nobel-díjas pszichológus, és a itt látható gyors és lassú gondolkodás című könyvében vázol kétféle gondolkodásmódot. Az egyes rendszer, amit így hív az egyes rendszer, ez egy gyors ö, döntést hoz, a tudatalatti döntést általában. Ez ilyen szinte automatikus, zsigeri döntés, és ö, hát ezért nagyon hajlamos a hibára. Ö, Egyszerű problémákat szoktunk ezzel megoldani, általános hétköznapi helyzeteket. Bevásárlás közben nagyon ritka az, hogy megállunk és végigolvasunk minden hozzávalót. Általában a bejáratot, megszokott dolgokat szoktuk venni. Ezzel szemben a kettes rendszer megbízhatóbb, ezért is használjuk komplex problémák megoldására. Ez a rendszer lassú, viszont tudatos döntéseket hoz, és ezért nagyon sok időt és energiát felemészt. A legtöbb racionálisan gondolkodó ember fölteszi a kérdést, hogy miért nem döntünk mindig a kettes rendszeren keresztül. Kedvenc példám erre Olivier Sachs, a férfi, aki galopnak nézte a feleségét című könyvében megjelentetett egyik eset. Az egyik paciens képtelen volt racionális döntéseken kívül más döntést hozni. Tehát képtelen volt az egyes, a gyors rendszert, rendszert használni, és ezért minden egyes helyzetben, minden alapvető élethelyzetben a, a logikus döntéseket hozta meg. Illetve hát nem hozta meg, mert nagyon sok időbe tellett, ezért nagyon sokszor nem jutott el vacsorázni, mert nem tudta eldönteni, hogy melyik éttermet választa, mert nagyon sok hasonló volt, egyik se jött ki nyertesként ebből a döntési helyzetből. Tehát, mint emberek nem vagyunk képesek csak racionálisan dönteni. Ezt sajnos el kell fogadnunk ö, magánemberként is, hogy igen, vannak olyan helyzetek, amikor nem racionálisan hozunk döntést, és ezt ugyanúgy tudománykommunikátorként is, hogy tudnunk kell, hogy azok az emberek, akikhez beszélünk, sokszor nem fogják a tényeket figyelembe venni. A Kahneman által leír gyors és lassú, lassú gondolkodásmenet, egy 1980-ban Richard Petty és John Cacciopo által leírt kognitív elméleten az Elaboration Likelihood modellen alapul. Ezt talán a figyelmes feldolgozás valószínűségének fordíthatnánk rá. Ennek a modellnek az a lényege, hogy egy üzenet meggyőző képessége az kétféle úton történhet. Az üzenetet a recipient, tehát a feldolgozó, akkor fogja a központi útvonalon feldolgozni, ha eléggé motivált, és persze képes azt végig, dolgoz, végig gondolni. Tehát, hogyha érdekes az üzenet, vagy valamiért fölkeltette az érdeklődését. Ez a központi útvonal megfeleltethető a KMN-féle kettes rendszernek, tehát a tudatos feldolgozást jelenti. Az üzenetben megfogalmazott érveket az illető átgondolja, és ha azokat meggyőzőnek tartja, akkor az üzenet meggyőző ereje sokáig tart. Ezzel szemben a perifériás rendszer, ami a Kahneman féle egyes gyors rendszernek felelthethető meg, ez igazából itt az történik, hogy a fogadó csak felületesen dolgozza fel az információt, igazából az információ tartalmat nem gondolja át, hanem a külsődleges ingerek segítik a döntésben. Milyennek a következménye? Az első esetben, tehát a, a központi útvonalon történő információfeldolgozás során az élető gondolatvilágát, egy adott dologhoz való hozzáállását, illetve az aktuális viselkedését is meg tudja egy üzenet változtatni. Ezzel szemben a perifériás úton feldolgozott információ, illetve hát alig feldolgozott információ, emberünk a külső felületes tényezők alapján elhiszi, tehát valószínűleg nem építi bele a gondolatvilágába, hanem elhiszi, amit az illető mond és ez okozhat viselkedésbeli változást, az esetek többségében okoz is, de ezek nem tartósak, és nem feltétlenül követi a hozzáállásbeli változás is. Na de mik ezek a külső tényezők, amik a gyors utat triggerelik? Ez azért is érdekes, mert igazából ezek a meggyőzési elvek, ezek az alapvető mechanizmusok, amivel a marketing sokszor minket, mint fogyasztókat manipulál. Vegyük az első elemet, amit az ábrán található, a viszonzást. Ha kapunk egy ajándékot, azt általában illik visszaadni, illetve hogyha valaki kisegít minket, akkor adósnak tartjuk magunkat, és próbáljuk visszaadni a szívességet. Sokszor ezt használják ki, például az étteremben a pincének, amikor hoznak nekünk mentolos cukorkát, amiket kihozzák a számlát, Kísérletek alapján, különböző összehasonlító kísérletek alapján kimutatták, hogy azokban az esetekben, amikor kapunk cukorkát, sokkal több óra valót kap a pincén. És ez ezen az elven működik. Ha valamiből kevés van, a, vagy csak egy adott ideig elérhető. Az is általában gyors gondolkodásra készteti az embert. Gondoljunk csak például egy szállásfoglaló platformra, ahol éppen visszaszámlás folyik, hogy az adott áron hány szoba elérhető. Ez valós eset a, a mostani helyzetre is érvényes. Nagyon kevés COVID vakcina érkezik az adott európai, országos, európai Uniós országokba. És hát amint ezt olvasattuk is a médiában, ezért volt versengés, volt, aki mindenféle ügyeskedéssel próbált bejutni, és sikerült is nem rászorulóként, vagy nem éppen most jogosultként vakcinát szerezni. És hát ez is áll amögött, hogy a mögött, hogy mindenféle egyéb vakcina is beszerzésre került. Ez persze nem feltétlenül segíti az oltás ö, ö, megszerettetését az emberekkel, mivel mindenféle egyéb okok jöttek ö, hozzá azért, hogy az emberek miért nem oltatnak. A következő ö, meggyőzési eszköz az a szaktekintély. Hogyha valaki, meg doktor előtag van a neve előtt, hogyha a köpenyben mutatkozik minél gyakrabban, sokkal egy könnyebben elhiszünk neki bármit, akármit is mond. Főleg, hogyha érthetetlen kifejezésekkel dobálózik, amit az átlagember nem ért, akkor még inkább a külsőségeknek fog hinni az átlagember, és nem a mondandóra koncentrál. Sajnos ezt nagyon sokan ki is használják, sokan, akik a külső jelek alapján doktornak tűnnek, de igazából nem is azok. A következő eszköz, amit használnak a meggyőzésben, a következetesség. Hogyha egyszer valamire igen mondunk, akkor az emberek nagy többsége hajlamos ragaszkodni hozzá. Ezért is feltűnő, illetve hírértékű, hogyha ez megváltozik. Tehát, hogyha valaki megváltoztatja a véleményét, és ez persze történhet valamilyen hatalmas nagy esemény, életet megváltoztató esemény hatására. A következő faktor az az ismertség, a kedveltség. Hogyha valakit kedvelünk, akár családtag barát, vagy tisztelt munkatárs, vagy egy sztár, egy celeb, azok nagy hatással vannak ránk, az ő véleményükre sokkal többen adnak, és megkérdőjelzés nélkül is el tudjuk ezeket a véleményeket fogadni. De ha valakit nem ismerünk, de mondjuk bókol nekünk, vagy valamilyen szépet mond, vagy hasonlít hozzánk, vagy épenséggel ugyan ugyanaz a célja például együtt utazunk valahova, akkor a véleményét nagyobb eséllyel elfogadjuk ismeretlenül is, mint olyan embernek, aki teljesen másfelé utazi. Az utolsó ilyen ö, meggyőző eszköz a csoportnyomás. Ez egy hatalmas erő, és igazából nagyon-nagyon sok, Nagyon sokféle marketing fogás él vissza ezzel, illetve próbál minket ilyen irányból meggyőzni. De hát végül is ö, ki nem olvas review-kat, ki nem olvas véleményeket egy adott termékről, mielőtt megvenni. ezt általában, ez tűnik a racionális gondolkodás egyik legmeggyőzőbb elemének. Fontos azonban tudnunk, hogy ezeket az olvasói véleményeket, illetve mindenféle egyéb vásárlói véleményeket nagy részben kiadják, és ezeket megrendelésre írják az emberek. Tehát vegyük figyelembe azt is, hogy manipulálni próbálnak ezekkel az eszközökkel minket. Um, a csoportnyomásra, tehát az utolsó elemre szeretnék ráfókuszálni az előadásom többi részében. Hogyan is működik ez a csoportnyomás, illetve az, hogy különböző emberek, akiket nem ismerünk, vagy igazából ismerünk, és a környezetünkben együtt élünk velük, ekkora hatással vannak ránk. Erre a részben magyarázatot Albert Bandura szociális tanulás elmélete. Bandura szerint az emberi viselkedés egy nagy része tanult, és ez mindez úgy történik, hogy, hogy a gyermekek a környezetükben élők viselkedését megfigyelik, observálják, és megjegyzik. Igazából ennek nagy előfeltétele az, hogy a gyerek érdeklődését felkeltse az adott viselkedés, megjegyezzék azt, tehát képesek legyenek megjegyezni, és azt később vissza is tudják adni. Tehát amikor előjön egy hatal hasonló szituáció, akkor a gyermek lejátsza ugyanazt a viselkedés formát, amit látott már egy másik illetőtől. Um, attól függően, hogy a környezet hogyan reagál rá, megerősíti, pozitívan vagy elutasítja, attól függően rögzül, illetve nem rögzül az adott viselkedésforma. A szituáció ennél bonyolultabb, és itt vannak leírva az ábrán azok a különböző elemek, amik ezt befolyásolják. Tehát fo fontos az, hogy. hogy milyen környezeti tényezők vannak körülöttünk, fontos az önbizalom, illetve a gyakorlat, a környezet szempontjából a szociális normák, hogy éppen az adott közösségben mi elfogadott, fontos az, hogy másnak milyen hatása van ránk. Egyéb faktorok is befolyásolják ezt, például a személyes elvárások, vagy a környezet elvárása, az illető hozzáállása és az egyéb tudása. <kül> Ez a modell követő magatartás egyébként nem csak gyerekkorban megfigyelt, hogyha valaki egy új munkahelyre kerül, általában megfigyelőként körbenéz, hogy mi szokás, hogy szokás, ki szoktak e menni milyen aktuális ö, történések vannak, hogyan kell reagálni adott szituációkra, és az adott normákat megpróbálja felszedni. Ugyanez a fajta ö, tanulás és ö, szociális viselkedés jelenik, meg tájfel szociális identitás elméletében ez nem csak Henry Taifel de John Turner nevéhez is fűződik 1970-es években írták le ezt az elméletet. Ezek szerint ez szerint az elmélet szerint minden embernek többféle identitása létezik. Attól függően, hogy éppen milyen környezetben van, másképp viselkedik az ember. Hogyha belegondolunk, ebbe végül is nem teljesen vad ez az ötlet, mert mindenki másképp viselkedik, amikor egyedül van, amikor a szüleik meglátogatja, vagy elmegy mondjuk a, a barátokkal, illetve egy sportklub összejöletelén, vagy például a munkahelyen. A különböző csoportok, amikhez tartozunk, különböző Normákkal rendelkeznek, különböző viselkedési mintákkal, és ezeket, hogyha tényleg oda akarunk tartozni ebbe az adott csoportba, akkor elfogadjuk. Ez az alapvető része az, hogyha belépünk egy adott közösségbe, egy adott társaságba, akkor a normáikat többé-kevésbé internalizáljuk. És egy idő után az emberek egy nagy része a csoporttal azonosítja magát. A következő lépés, igazából az nagyon érdekes, mert a különböző csoportok, csoporton belüli kapcsolatok felértékelődnek, a csoporton belüli normák szintén felértékelődnek, és magasabb helyzetbe kerülnek, mint például a csoporton kívüli értékek. Tehát, hogyha más csoportokkal összehasonlítja a csoporttagja magát, akkor a saját csoporton belüli dolgok azok mind pozitívnak tűnnek, míg a csoporton kívüliek negatívak. Ez sajnos nagyon emberi folyamat, és nagyon sok helyen lezajlik, és igazából, hogyha körbenézünk, akkor nagyon sok történelmi példát is láthatunk rá, de hogyha csak szigorúan nagyon egyszerű eseteket említek, például a futballrajongók, csapatait, hogyha összehasonlítják egymást, nagyon sok kevés, nagyon kevés különbséget találnak a csoportok között. Ezért fiktív tulajdonságokat aggatnak a másik csoportra, illetve eltorzítják, fölnagyítják a különbségeket. Hogy hogy jön ez végül is ide, ez az elmélet segít megérteni azokat a jelenségeket, amik például a szociális média csoportjai között zajlik. Különböző hírességek, oltástagadók csoportjához tartozók értékrendjét, normavilágát a csoport nagyban befolyásolja, és a csoport pozitív, vagy esetleges negatív visszajelzése számtalan esetben fontosabb annál, hogy az illető egy, egy raciális érvet elfogadjon, vagy sem. Tehát ezekből a csoportokból való kizárattatás lehetősége egy hatalmas fenyegetés és igazából a többiek pozitív visszajelzése bármi fajta ö, egyéb visszajelzésnél is sokkal fontosabb. Ami a többségi társadalom által esetleg nem elfogadható viselkedésnek számít, az egy ilyen csoportban ö, lehet, hogy elfogadott általánosan elfogadott norma, és a tagok büszkén vállalhatják az ilyen nemű identitásukat. Tehát ezt fontos megérteni ahhoz, hogy a, az emberek, akik különböző csoportokhoz, tartoznak és elfogadják ezeknek a csoportoknak a, a külső, meg belső jegyeit, azok hogyan viselkednek ilyen helyzetben. A csoportok által elfogadott normákról szól bekerése, címkézés elmélete, labeling elmélet ez a neve. Ők azt mondják, hogy, hogy a közösen elfogadott társadalmi normáktól függ, hogy mi jó, illetve mi nem jó. És hogy a, többség, a társadalom többsége fogalmazza meg azt, hogy euh, igazából mi történik azokkal, akik nem úgy viselkednek, ahogy, ahogy ők azt jónak tartják? Általában euh, egy euh, valamilyen negatív címkével megszokták őket címkézni, stigmázni azokat az embereket, akik nem úgy viselkednek, ami a társadalmilag elfogadható. Ez egy elég euh, szintén. Nagyon általános és nagyon emberi jelenség, viszont nagyon veszélyes, mert elidegenítik a, azokat a csoportokat, akik nem viselkednek úgy, ahogy a tömeg elfogadja. Másrészt ez igazából egy ilyen önbeteljesítő jóslatként is működik. Ezt azért mondom, mert hogyha oltást tagadónak állítunk be minden olyan embert, aki csak gondolkodik azon, hogy, 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 az oltást, azzal stigmatizálhatjuk őket. Tehát vigyázni kell, hogy hogyan fogalmazunk és hogyan szankcionálunk ilyen esetekben. Tehát etikailag fontos lenne átgondolni, hogy igazából milyen szankciókat alkalmazunk azokkal szemben, akik nem oltatnak amik eddig felmerültek, ugye az utazás limitálása, illetve ö, a kiállási korlátozás, illetve egyéb korlátozottság megszüntetése azoknak, akik átestek a, a koronán. Ö, illetve ide tartozik az is, hogy aki ö, jogosulatlanul kapott esetleg oltást, azok kapnak-e szankciót, hogy ez mennyire társadalmilag elfogadott viselkedésforma. Tehát csinyán kell bánni ezekkel a jelenségekkel, de fontos tudnunk tényleg, hogy ez létezik. Végezetül megemlíteném a kognitív diszonancia elméletét. Ez egy szociálpszichológiai elmélet, Leon Festinger nevéhez kapcsolódik, és ennek az az alapgondolata, hogy amikor valamilyen új információ vagy tapasztalat érkezik az egyénhez, és az ellentmond a korábbi elképzeléseinek, vagy ismereteinek, akkor ez egy diszonanciát, ez egy furcsa diszharmóniát okoz az emberben. És ezt a belső feszültségként éljük meg, egy szorongásként. És alapvetően az emberek ezt csökkenteni szeretnék. Na most ennek nagyon sokféle verziója létezik, itt négy alapmechanizmus van ö, lerajzolva az ábrán. Az első az, hogy ö, igazából az illető egyszerűen negálja, tehát ignorálja azt az eseményt, ami, ami a diszonanciát okoz. Egyszerűen nem beszél róla, mintha az nem is létezne. Az is előfordulhat, hogy az enyhítő körülményeket hoz föl a szorongás enyhítésére. Nagyon gyakori, hogy az emberek a tradíciót hozzák főleként, hogy sosem így csináltuk, ez nem, ne, én nem így szoktam, nátha ellen sem szoktam oltani, stb. stb. Szintén gyakori a diszonáns elem jelentőségenek elbagatelizálása. Hát, hogyha én nem oltom be magam, akkor igazából az csak egy ember a sokból, annak semmilyen hatása nem lesz a nyáimmunitásra. Miért? Miért pont nekem kéne beoltatnom magam? A legkevésbé gyakori válasz az, hogy valaki a kognitív diszonancia enyhítésére megváltoztatja az eddigi viselkedését, vagy hitvilágát, például beadatja az oltást úgy, hogy eddig nem hitt annak a fontosságában. Mindezeket azért mondom, mert mind a kollégáknak, mind a szakembereknek, mind pedig a magánembereknek fontosnak tartom, hogy ezekkel tisztában legyenek, hogy meg tudják állapítani, hogy éppen milyen folyamat zajlik a háttérben és ez alapján a következő pontokat hoztam föl megfontolásra különböző embereknek. Tudománykommunikáció szakemberként azt tanácsolom, hogy igenis figyeljünk oda a hiteles konzultációs kommunikációra a szakemberek részéről. Fontos tudni, hogy nem csak a tények befolyásolják az emberek döntését, tehát nem csak információt kell közölnünk. Most nagyon sok olyasmit mondtam, hogy mi nem működik. Ami biztos, hogy mindig működik, ez a történetmesélés. Hogyha valaki szeretné megosztani a, a tudományos eredményeit, az én tanácsom az az, hogy próbáljon egy történetet faragni belőle. Vagy egy kalandtörténetet, hogy hogyan történt a felfedezés, vagy pedig történetet meséljen el, mint például Müller Viktor is tette az elején, hogy hogyan történt a, az oltások felfedezése, mi történt az emberekkel, stb. 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 Hogyha lehetőségem lenne szakemberként vagy döntéshozóként egy sikeres kommunikációs stratégiát kéne kidolgozni, akkor azt tanácsolnám az embereknek, hogy, hogy a társadalmi és pszichológiai okokat is próbálják felderíteni, amik mögött állnak. Ezek figyelembe vételen nélkül nem lehet hatásos egy, egy, egy kommunikációs stratégia az oltás bizalomfelépítésében. Magánemberként azt tanácsolom azoknak, akik vacilálnak, hogy beadassák az oltást vagy sem, hogy gondolkodjanak el az eddig információk alapján, hogy milyen folyamatok zajnak éppen a háttérben bennük, amikor a koronaoltás ellen vagy mellett döntenek. És mindenképpen döntsenek racionálisan abban, hogy kinek hisznek hogyha nem is gondolják végig az összes tényt és információt tudományos ismereten, nézzenek racionálisan utána, hogy ki az, akinek a szavára adnak. Köszönöm szépen!